Üdvözöllek, dics lovag, szép a ruhád, szép a lovad. Mi szél hozott, mond erre, mi bajon a szíved terve? Jó, olyan vagytok ti. Kérem, alássan, ez egy egyveleg videó lesz, de a hangulatolvasó naplójába fogom befűzni, mert fogok egy picit beszélni arról, hogy milyen volt hangulatolvasóként részt venni a Kripatonon. Ez nem a Kripaton hibája, de hangulatolvasó... mintha amatőr lennék. Szóval nem a Kripaton hibája, de hogy hangulatolvasóként nekem elég nehéz részt vennem Readathonokon, úgyhogy beszélni fogunk erről egy picit. Illetve van egy kérdés, amit a kérdezfelelek videó kapcsán kaptam, és azt vettem észre, hogy leülök, elkezdek válaszolni erre a kérdésre, és ilyen 10-20 perceket beszélek, ami már azért egy sok kérdéses kérdezfelelek videóban elgondolhatjátok, hogy eléggé aránytalanul elnyújtja a videónak így az összképét, illetve a kérdezfelelek 2 így is, vagy egy 40 perces videó lesz, úgyhogy remélem, hogy kíváncsiak vagytok rá. Sok kérdés volt, meg nem sikerült annyira kisúlyoznom. Szóval ezt a kérdést már megválaszoltam 2-szer, megválaszolom 3-adjára is, és úgy döntöttem, hogy külön videót fog kapni, vagy hát itt videó részt. És most a fejemben az van, hogy úgy lesz hívva ez a videó, hogy a csatorna jövője, sejtelmesen, de egyébként ez egy kérdés adta. Engem az érdekelne, hogy vannak-e elképzeléseid, hogy mi a jövője a YouTube csatornának, fogod-e örökké folytatni a videógyártást YouTube-ra, vagy elképzelhető, hogy egy idő után már nem akarsz ezzel foglalkozni. Ha az utóbbi, akkor mi fogja kitölteni a fennmaradó űrt, és hogyha az előbbi, akkor marad minden a régiben, vagy lesznek új irányok, másfajta tartalom, mint eddig, és van elképzelésed a tudatos fejlesztésre, vagy valamiféle változásra, vagy ha túl hosszú, vagy bonyolult, de örülnék, ha válaszolnál rá. No, fogom-e örökké folytatni a videógyártást? Ez egy baromira jó kérdés, nincs igazán rá válaszom, tök el tudom képzelni, hogy 65 éves koromban is olvasói eventeket szervezek az otthon ülő nagymamáknak, mert miért ne? Azt is el tudom képzelni, hogy abba hagyom egy ponton, azt is el tudom képzelni, hogy jövőre abba hagyom, azt is el tudom képzelni, hogy 5 év múlva abba hagyom, illetve akár eddig is abba hagyhattam volna, mert egy ideje együtt élek ezzel a mi lenne, ha abba hagynám című érzéssel, úgyhogy beszéljünk erről egy picit. Én azt gondolom, hogy egy YouTube csatornánál, és most az enyémről beszéljünk, ez egy könyves YouTube csatorna, azt elképzelhetetlennek tartom, hogy ez ne könyves YouTube csatorna legyen a jövőben is, szóval a tartalom szempontjából könnyű a válaszom, szerintem ameddig ezt csinálni fogom, valószínűleg könyves tartalmak lesznek a csatornán. Nem nagyon tudok beemelni mást egyelőre, nyilván ez a jövőben változhat, az egyetlen dolog, ami még érdekel, és amit nagyon szeretek, azok ugye a videójátékok, viszont videójátékot gyártani szerintem borzasztóan időigényes, és sokkal nehezebb, mint bármilyen más tartalom, amivel én eddig próbálkoztam, mert mikor veszel fel egy játékot, gyakorlatilag folyamatosan beszélned kell, különben elunod egy, mármint, hogy jobb esetben te nem unod el, de hogy a néző azért kommentár nélkül el fogja unni, illetve nyilván én meg nem játszok annyira jól, hogy most profi kommentár nélküli gameplayeket vegyek fel, mert hogy így az színem. Szóval nem nagyon látom egyelőre, hogy ebben például lenne változás. Az abba akarom hagyni, az meg mindig olyan, hogy így mérleg vagyok, tehát mérlegen vannak így pró és kontrák, és mindig azon múlik, hogy éppen mi húz vissza, hogy ezek hogy alakulnak, tehát 16-17-ben, amikor elkezdtem, akkor nem volt bennem ezt kérdés, hogy folytatom-e. 18-19 körül kicsit más volt a helyzet, ugye volt 2 nagyobb kihagyásom is, egy tuti volt a 19 végé és a 20 elejei, de hogy azért 18 körül is voltak ilyen kis problémák, és akkor 2020-ban, amikor visszatértem, azóta úgy nagyjából tartom ezt a először heti 2 videó volt, talán most meg heti 1. Ezek különböző időszakok. És például azzal nagyon tudatában, tisztában vagyok, hogy az elmúlt 1-2 évben a legnagyobb megtartó erőm, hogy itt maradjak a YouTube-on, az a közösség. Most videósnak lenni a könyves szférában teljesen más, mint 16-18-ban. Mert akkor voltunk 5-6-an 10-en, most meg vagyunk, hát nem tudom összeszámolni, de 30-40-50-en szerintem simán. És hogyha megérkezel ebbe a könyves közösségbe, akkor könyvklubok vannak, együttműködések vannak, közös beszélgetések, readathonok, szóval teljesen más jelenleg könyves videósnak lenni, mint régen. Úgyhogy
azok miatt, az okok miatt, amik miatt nem hagytam abba régen a videózás, ez full másba ment át, és ez nagyon érdekes egyébként így belülről is. Az örök megtartó erőm egyébként, ami már 16-18-ban is megvolt, hogy nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam tőletek, illetve nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam barátoktól, illetve könyvesektől, mondhatjuk így, és ez egy eléggé brutál megtartó erő, főleg, hogy az utóbbi 1-2 évben mióta jobban tolom ezeket a nem csak booktuber live-okat, ugye szerzőket hívtam meg, kiadós kollégákat, ezekre is nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam, amiből abszolút így azt érzi az ember, hogy hú, ez tök jó, ezt csináljuk. Szóval ez a másik ilyen nagy csomag, ami így megtartó elő, meg nyilván ezeket a live-okat én is borzasztóan élvezem, ha ez nem nyilvánvaló, akkor most mondom. Szóval, hogy a kiadós live-ot, ami nemrég volt a csatornán, azt borzasztóan vártam, nagyon-nagyon élveztem az egészet. A szervezés alatt volt bennem egy nagyon kicsi ideg, mert azért úgy izgultam, hogy jól sikerüljön, de alapvetően nagyon-nagyon szerettem csinálni. Illetve most a legutóbbi live, amit Zsófival és Avildával tartottunk, az anti-reading, az olvasási válságról, azt meg azért éltem nagyon, mert egy nagyon jó érzésre tapintottam rá, és ennek már megvan, hogy mi lesz a folytatása, és ezt nagyon-nagyon várom. Szóval most vannak ilyenek, amik így tökre busztolják az embert. Hogy a csatornán várható-e olyan típusú változás, hogy videó, formátum, vagy bármi, én azt látom, hogy megint olyan össze-vissza lett ez az egész, amivel nincs baj, de hogy mostanában nem nagyon csináltam tematikus dolgokat, a romantikus vonat így alább hagyott, most már nem voltak egy ideje romantikus videók, már kevesebbet olvastam. Ugye most a BookTube könyvklubban sem veszek részt egy ideje, ugye a tavaszi-nyári hónapokban voltam, volt olyan hónap, amikor 2-3 live-ban is voltam, jaj. És úgy néz ki, hogy nálam ez ilyen élesen változik, hogy éppen részt veszek hónapokon keresztül, akár több live-ban per eltűnök hónapokra, most az eltűnök hónapokra van. Ez egyébként részben azért van így, mert a mostani témák kevésbé foglalkoztatnak, vagy a mostani könyvek, és majd szerintem jövőre úgyis vissza fogok térni, mert majd megérkezik bennem ez a hiány. Alapvetően most én már csak annyit várok az év végétől, hogy valahogy ezt így túléljük, és gondolkozom a jövőbeli terven. Egyetlen egy dolog van, amit a jövőre nézve kigondoltam, ami éles ellentétben áll azzal, ahogy most olvasok per viselkedek, úgyhogy még nem tudom, hogy ebből mi lesz. De mivel nem egy hatalmas ötlet, és nem gondolom, hogy bárki ellopná, mert tényleg nem egy hatalmas ötlet, azon gondolkozom az utóbbi időben, és vicces lesz, hogyha végül ez nem fog megtörténni, hogy a 23-as évet talán úgy vezetném végig, hogy visszahoznám a TBR videó típust, de nem feltétlen hónapokra lebontva, hanem mindig felvennék egy-egy olyan TBR-t, amin mindössze 4 elemet jelölnék meg, hogy éppen abban az idő pillanatban vajon mik azok a könyvek, amiket legszívesebben olvasnék, és akkor utána megnézni, hogy ezeket tényleg elolvasom-e vagy sem. És azért akarom ezt a 4 darabot bemaximalizálni, mert szeretném, hogyha 23-ba kevesebbet olvasnék, és szeretném, hogyha 23-ba inkább valahogy abba a fajta olvasásba érkeznék vissza, amikor nem arra koncentrál a fejem minden nap, hogy mit veszek meg, per mit hozok ki a könyvtárból, per mit kérek ki recenzióba, per mikor veszem fel azokat a videókat, és egyebek. Nem szeretném ezt egy picit visszalazítani, hogy ez most sikerülni fog-e ebben a formában, nem tudom. Érdekes váltás lesz, mert az utóbbi időben ugye nem csináltam TBR videókat, úgyhogy ilyen szintű változásba gondolkozom. Hogy tudatos fejlesztést, valahogy azt is kérdezted. Mondhatjuk, hogy az utóbbi időnek a tudatos fejlesztése azok ugye inkább a live videókban volt tetten érhető. Én alapvetően videóvágóként messze fejlődhetnék, mert nagyon-nagyon amatőr módon vágok videót. Az amatőr módon való videóvágás alatt azt értem, hogy szétvágom a videó hanganyagot, meg a videót is összerakom, és voilá, és nem nagyon effektezek, meg ilyenek. Részben egyébként azért sem effektezek, mert az borzasztóan leterheli a videó összerakását a legvégén, és bár nekem egy jó gépem van, és alapvetően 1-2 óra alatt körülbelül minden videót összerenderel, de hogy így nem. Nyilván minél nagyobb videót raksz össze, annál nagyobb a hibafaktor lehetőség, hogy valami szegencsétlen
hogy valami szerencsétlen gép benéz, szóval én ezt annyira nem tartom fontosnak a könyves videózás terén. Ettől függetlenül amúgy tök tudom értékelni, hogyha valaki videóvágós dolgokat jobban belerak a videóiba, de én ezzel most egyelőre nem akarok foglalkozni. Mondom, én inkább a live fronton éreztem azt, hogy van rugdalózási lehetőség. Ez nyilván a meghívott emberek személyével együtt jött, és az, hogy ezeket a beszélgetéseket hogy tudom kezelni. Hogy itt innen hova lesz tovább, azt nem tudom, ezt még nem találtam ki. Most nagyon ilyen évvégében vagyok, azt érzem, hogy idén már nagyobb kaliberű live nem lesz, mármint... Andi? Lesz egy live, most hétvégén ez a Vámpír Akadémia lesz, ezt még majd meg fogom emlegetni, mert most olvastam a Vámpír Akadémiát újra. Tehát lesz egy 6 booktuberes kibeszélő a csatornán, a Vámpír Akadémia első részéről. Lesz egy verses live, de most nem olyan, mint amilyen volt a csatornán, de Veszprémi Szilvesztert hívtam újra vissza, és az új kötetéről fogunk beszélgetni a szerkesztőjével, Pécei Dórával. Ez még november. Lesz egy anti-reading, november vagy december eleje valószínűleg. Van egy négy szemköz live, ami szeretném, ha megtörténne még idén, de ezt a négyet leszámítva most más terv nincs, és a decemberre teljesen őszintén úgy gondolok, hogy az egy pihenős hónap lesz, mert úgyis mindenki adventtel és karácsonnyal lesz elfoglalva, én meg akkor pihenek. Úgyhogy az, hogy mi lesz ezen a fronton, az most bennem sem mozog annyira a fejben, mert tudom, hogy pihenés jön. Abba hagyni egyébként leginkább amiatt akarnám, mert nagyon sok időt elvesz. Leülni videózni az még nem is annyira durva, mert ha az ember jó beszélőkével ül le, és mondjuk nem kezd újra minden mondatot 6-szor, akkor azért egy 10-20 perces videót fel lehet venni 30-40 percből simán, sőt, nekem voltak ilyen brutál szintű videóim, hogy 16 percből csináltam 12-t, meg ilyesmi. De hogyha azért az ember csinál hosszabb videókat, többször bejelentkezik, utána minél hosszabb a nyersanyag, azt megvágod, utána átnézed, rendereled, feltöltöd. Mondjuk amikor renderel a gép, meg feltöltesz, akkor nyilván nem feltétlen kell azzal aktívan foglalkoznod, de azokat is ki kell várni, adminisztrálni kell, stb. Indexképet kell csinálni. Szóval hogy azért az elég sok idő, és ezt az időt akár olvasásra is fordíthatnám, vagy másra. Szóval az időigényessége az egyik, ami így felszokott bennem törni, hogy amiatt szeretném mondjuk abba hagyni, mert mondjuk szeretném másra szánni. A másik szerintem egyfajta fáradtság, mert így 6 év után azért az ember úgy érzi, hogy ott van mögötte az az x darab videó, az az x darab munkamennyiség. Néha bele szoktam futni abba, hogy igen, ezt a videót már megcsináltam én is 3 évvel ezelőtt, igen, erről beszéltem 5 évvel ezelőtt, és akkor úgy az ember úgy érzi, hogy mintha már úgy megcsinálta volna. Úgyhogy talán ezek a főbb pro és kontra okok egyébként, de mondom, a közösségi élmény az brutális módon tart most, mondhatjuk, hogy évek óta. A közösségi élményhez azt még így visszafűzném, hogy ott nyilván az is nagyban meghatároz, hogy az utóbbi években meglepő módon rengeteg olyan barátom lett, akik könyves érdeklődésű beállítottságúak, ezért a baráti beszélgetéseim is brutál módon könyves szférában mozognak, innentől kezdve úgy, tudjátok, az is meghatároz abban, hogy mi az, ami foglalkoztat, vagy pont azért vagyunk, mert minket ugyanaz foglalkoztat, és akkor így ez így tetődik egymásra. Tetőzik? Na, ilyen az, amikor nem tudsz beszélni, miközben videózni szeretnél. No, és akkor volt egy másik kérdés, amit nem válaszoltam meg a 40 perces videóban, mert nem fért bele, és most fogom. Ez a videó statisztika, és mivel sokat beszéltem arról, hogy ez az egyik okom arra, hogy abba hagyjam a YouTube-ozást, ezért igazából tökre illik, de ez a kérdés. 2 videó kapcsán figyeltem meg a felvételi per vágási per készülési időt, szóval a legelső kérdezfelelek videónak a készítési fázisát jegyeztem föl, ez a videó végül 33 perces volt, tehát ez egy aránylag hosszú videó az én csatornámon. Na most, a nyersanyag, tehát amiből ez a 33 perc össze lett vágva, ez 45 perc volt. Ehhez 20 percet hozzáadok melegedés címszó alatt, mivel olyan a kamerám, hogy bizonyos szakaszokon le kell állnom, és nyilván ezek veszített idők, de ilyenkor nehéz bármi más csinálni, mert várok egy ilyen 10 percet, és akkor utána újra kezdem, és akkor utána megint kell várnom mondjuk 10 percet, amikor felmelegszik a kamerám. Ezért sem ideális egyébként nekem hosszú videókat felvennem. Az első vágás, tehát amikor leültem és ezt a 45 percet összevágtam, az 88 perc volt.
A render ideje az 84 perc, ugye ez nem aktív idő, mondtam nektek, de azért ide számoltam. A feltöltési ideje ennek a videónak 66 perc volt, shots per kb, és ugye itt is ott lehet hagyni a gépet. Itt, ami nagyon megnöveli amúgy a host, az az, hogy ha hosszú a videód, akkor sokkal több idő a YouTube-nak, mire a HD minőséget is bekalibrálja, úgyhogy érdemes azért a videókat nem úgy feltölteni, hogy van 5 percet, hogy feltöltődjön, mert ez sokkal több időt is elvehet. A check az egy úgynevezett utolsó visszanézés, miután én feltöltöm a videókat a YouTube-ra, még a YouTube-on visszanézem, hogy egy a feltöltés alatt történt-e bármi. Glitch, bármi lehet, kimaradt fél perc, bármi megeshet. Illetve a render után nem nézem vissza a videókat, úgyhogy ilyenkor a YouTube feltöltésnél csekkolom azt is, hogy úgymond a végső videó formátum jó lett-e. Így nehéz megmondani, hogy a render van elrontódva, vagy ugye a YouTube végén van elrontódva a dolog. De hogyha gond van a YouTube-bal, akkor ugye utána vissza tudom nézni a nyers videóanyagot, hogy az jó-e, és akkor így ugyanott vagyunk. Az adminisztráció az vicces módon 4 óra szokott lenni, itt az indexkép elkészítését értsétek, szövegnek a berakását, kártyák, linkek, mi egymás, és ezzel összesen 351 perc telt el a videó kezdete óta, ez közel 6 óra a 33 perces videóra. Ebben az esetben nem volt felkészülési idő, tehát nem kellett elolvasnom egy könyvet vagy több könyvet, amit még igazából hozzászámolhatnál a videózáshoz, főleg, hogyha mondjuk kifejezetten egy videó miatt olvasol el egy könyvet, és nem csak úgy magadtól. Ez szerintem vitatható, hogy ez mennyire kapcsolódik bele mondjuk ebbe a statisztikába, de én most ezt így vettem fel. A másik videóval megnéztem ezeket a számokat, az új kedvencek videó volt, ez egy 15 perces videó volt, és 3 könyvet mutattam be ebben a videóban, úgyhogy ez egyfajta wrap-up, vagy ha nem wrap-up, akkor ugye könyv review. A nyersanyag 36 perc volt, a melegedés 30 perc volt, itt azt hiszem az volt a probléma, azért sokkal több időt írtam be ide, mert ezt együtt vettem fel egy másik videóval. Tehát, hogyha én egyszerre több videót veszek fel, akkor ez a melegedés egy idő után annyira be tud mutatni, hogy nagyon rossz, mert megakaszt, szóval a kamera megakaszt a mondani valóm közepén, és tökre ki tudok esni a ritmusból, úgyhogy ez nem túl ideális, ezért az utóbbi időben általában egy videót veszek fel egyszeri leüléssel, mert úgy max. Egy túlmelegedéssel meg tudom oldani, itt nem sikerült. Az első vágás, tehát amíg, vagy hát ez nem első vágás, a vágás maga 53 percig tartott, a render az 36 perc volt, itt azért már érezhetően kevesebb időt emésztett fel, nyilván rövidebb a nyersanyag, kisebb a videó, rövidebb a videó. A feltöltése 22 percig tartott, a visszanézése nyilván annyi percig tartott, mint amennyi maga a videó, adminisztráció megint 15 perc, tehát ott vagyunk, hogy a 15 perces videó 3,5 órán keresztül készült, összesen 207 percbe került, és ugye itt 3 könyvet is el kellett hozzáolvasni, szóval ez még úgy hozzáadhatom. Ha hozzáadom, akkor még így... Azt megmondani, hogy ezek ideális számok-e. Nyilván vannak olyan videók, amiket könnyebben összerakok, kevesebbet hibázok, gyorsabban vágom, mert bármilyen okból, akkor ugye nyilván ez változó. Igazából írjátok meg, hogy mit gondoltok, hogy ez sokkal több idő, mint gondoltátok, vagy kevesebb. Nem tudom, ezt igazából ti tudjátok megmondani. Volt olyan booktuber, aki írta, hogy sokkal rövidebb idő alatt rak össze videókat, volt, aki írta, hogy még hosszabb ideig tart egy-egy videó összerakása. Ez nyilván nagyban függ a videó típusától, meg a videó hosszától. Ha 10 perces videókat gyártok minden héten, az nekem is sokkal gyorsabb, mint egy 33 perces képezfelek videó. Creepaton hangulatolvasással, és mielőtt belevágnék ebbe, ki is kapcsolom a kamerámat, mert úgyis túl fog melegedni. Úgy mentem neki a Creepatonnak, igazából valamilyen szinten vártam, mert az apró terek, a Stranger Things és a konosz lélek közeleget, ugye én mostanában fogyasztottam el, tökre elkezdtem azon gondolkozni, hogy lehet, hogy több horrort kellene olvasnom, és vettem is ilyen könyvet, van is ilyen könyvem, ami picit ez a horror vonal, és úgy voltam vele, hogy ott akkor jön a Creepaton, és tök jól ráillik minden, de végül a hangulatolvasáson bemutatott igazából. Elkezdtem a Creepatont, ugye ez most egy egyhetes kihívás volt, aminek nagyon örültem, mert tavaly még ugye egynapos volt, szerintem ez egy jó döntés volt, főleg, hogy itt volt ez a hosszú hétvége, és ugye az egész téma az egy kísértett ház bejárása volt, nagyon ügyesek voltak a szervezők, lent hagyok
nyitó live, valami linket lent hagyok, hogy utána tudjatok nézni, ha esetleg lemaradtatok volna róla. És ugye videókon keresztül jártuk be a házat, és így tudtuk felszedni a különböző kihívásokat. Na most én csaltam, mert kicsit féltem attól, hogy mikor hova tudok egy-egy könyvet berakni, és azt tudtam, hogy a Vámpír Akadémiát el kell kezdenem olvasni, mert ugye a kibeszélő jön szombaton, nem akartam az utolsó napokra hagyni, és bár tudtam, hogy a témába beleillik, mert ugye úgy határozták meg az idei Creepathont, hogy halloweeni téma, horror, thriller, valami sötét, vagy pedig ilyen boszorkány, vámpíros, tehát hogy ezek a tipikus karakterek jöhetnek, úgyhogy sejtettem, hogy valahova jó lesz a Vámpír Akadémia, de féltem attól, hogy ne maradjon nagyon a végére, ezért én igazából előre ugrottam. Ami egy picit elvett az élvezetből, viszont picit segített is abban, hogy jobban részt tudjak venni a Creepathonon. Na most a legelső kihívás már egy picit gyomrost adott, mert hogy rövid kötetet kellett olvasni 200 alatt, és na, ilyen pont nem volt. Úgyhogy végül Scribd-ről olvastam Niki ajánlására a The Woods-nak az első részét, ami sajnos nem nagyon tetszett. Igazából nem volt rossz, de nem kapott el, meg picik voltak a képek, meg a színvilág nem volt rossz, de olyan nagyon építkező volt ez az első rész, és úgy annyira nem indított el azon, hogy most azonnal haladjunk tovább. Picit át is értékeltem magamban az Újságos Lányokat, azt ezek szerint sokkal jobban szeretem, mint gondoltam eddig. Még a végén megveszem majd így utólag az összes Újságos Lányokat, na mindegy. Úgyhogy mondhatjuk, hogy annyira nem volt pozitív az indításom, illetve az is nehezítette az egész Creepathon részvételt, hogy talán 4 párhuzamos könyvem is volt, és akkor azokkal is akartam haladni, de Creepathonozni is akartam, úgyhogy második kihívás az a komforton kívüli kihívás volt. Nem emlékszem, hogy miért nem akartam a másik szobába menni, egyébként utólag bánom. A komforton kívül el úgy voltam, hogy nekem kb. Minden jó ide, ami horror, mert a horror az még mindig a komfortomon kívüli zsáner, annak ellenére, hogy most kacsingatok felé. És eredetileg azt terveztem volna, hogy elolvasom a Kulcs a zárjának a zárját, harmadik részét. Még ki sem bontottam, értitek? Még fóliázott. Mondom, ez csodálatos lesz, ez horror lesz benne olyan, amit félve fogok így lapozgatni, mert azért jó véres tud lenni ez a képregény. De hogy mivel már olvastam az első két részét, tudom, hogy tetszeni fog, meg, értitek, megvettem. De aztán eljött a reggel, és így ránéztem a könyvespolcra, és így... De én most nem akarok Kulcsazárját olvasni. És nem az volt a bajom vele, hogy félek tőle, vagy ilyesmi, hanem így beütött, hogy nem, én ezt most nem akarom. És akkor így ültem, hogy normális vagy, Marg. Végül a Devil's Candy-t olvastam a hálószobában, mert hogy horror címke van rajta, onnantól kezdve komforton kívüli. Olyan szempontból is komforton kívüli olvasás volt ez, hogy egyébként én alapvetően nem terveztem ezt a kötetet olvasni, nem is igazán tudtam, hogy miről szól, csak ajánlották a Fumaxnál, és jó. Tehát, hogy ez egy ilyen elég egyszerű párbeszéd volt. Az első fejezet végén még bizonytalan voltam, de a második-harmadik fejezet végére nagyon megszerettem ezt a kötetet, és kíváncsi leszek, hogyha folytatják a kiadását, akkor még mi jön. Igazából ez egy poén horror kötet, és így el kell engedni magadat, innod kell hozzá egy kis töményet, és akkor tök jó lesz. Az egész egy ilyen Frankenstein jelenettel kezdődik, amikor a főszereplőnk megalkotja Pandórát. És utána bemennek a suliba, és akkor az elején még nem tudod, hogy most miért viszi be a suliba a lányt magával, meg hogy itt most mi is történik, és akkor ponton kiderül, hogy Pandóra a biológiai leckéje a srácnak. És akkor így ültem, hogy mi akar lenni ez a manga? Szóval itt találkozni fogsz ördögökkel, szörnyekkel, káosszal, van ez a Hemlock Szíve Akadémia, ide jár Kazu, és akkor mondhatjuk, hogy a suliban mindenféle fura, titokzatos dolgok is történnek, van egy nap, amikor megjelennek mindenféle szellemek. Megpróbálom megkeresni ezt az oldalt, nagyon bírtam. És ez annyira felborítja az életet egy szörnyiskolába, hogy én ettől teljesen kész voltam. Tehát, hogy valahogy olyan jó humorral ragad meg dolgokat ezekhez a szörnyes témákhoz.
És volt például egy karakter, aki a szellemes napon így jött be, hogy egy kicsit zaklatott vagyok, ugyanis az életről és halál utáni életről való elképzeléseimet teljesen felborította ez az eset, hogy megjelentek a szellemek, szóval, hogy ilyesmik. Számítsatok! A rajzolással el voltam, illetve nekem teljesen őszintén a kedvenc karakterem az a Kyklops lány, aki bele van zúgva a kazuba, és emiatt vannak ilyen cuki jelenetei, nekem az nagyon bejött. Jó humorú, könnyed, jó kikapcsolódás, én alapvetően tudom nektek ajánlani, mondom, engem is meglepett. Következő helységbe végül azért mentem be, mert tudtam, hogy oda a Vampír Akadémia jó választás lesz, bár megtarthattam volna az utolsó pontra is, de... A logikát ne keressétek, azért bennem, szóval elolvastam a Vampír Akadémiát a Creepaton alatt, ez ugye azért fontos, mert lesz a kibeszélő szombaton. Nekem ez egy újraolvasás volt, én nagyon szeretem ezt a sorozatot, szóval abszolút ilyen nosztalgikus hangulattal mentem a könyvbe. Egy nagyon picit tartottam tőle, hogy mennyire fogom szeretni, mert sok év eltelt azóta, hogy én ezt olvastam, de a jó hír az, hogy nagyon szeretem még mindig a karaktereket. Az egyik nagyon erős dolog szerintem a Vampír Akadémiában az az, hogy Rose, Christian, Lisa és Dimitri mind a négyen tök különálló, egyből szinte ott vannak előtted, valahogy úgy jól ír szerintem mind olyan szempontból, hogy kézzelfoghatóak a karakterei és nagyon könnyű hozzájuk kötődni. Mondom ezt úgy, hogy én a filmet láttam először, és én a filmmel mentem bele a könyvbe, szóval az én fejemben ők úgy néznek ki, mint a filmes karakterek. Ez lehet, hogy mondjuk segített ebben, úgyhogy nem tudom, hogy nektek milyen az élményetek, de alapvetően én nagyon szeretem Christiant és Dimitrit, mint potenciális pasi figurák, és nagyon szeretem Rose-nak ezt a vagány, odamondó stílusát, és szeretem azt a köteléket, ami Rose és Lisa között van. Szóval barátságról, szerelmekről, iskolai tini drámákról is szól ez a kötet, azon túl, hogy egy olyan vámpírkönyvről van szó, ami egy picit olyan vámpírvilágban játszódik, ahol ugye különböző vámpírok vannak, vannak a rossz vámpírok, a strigák, vannak a morajok, akik tudnak varázsolni, vannak a dampírok, akik igazából nem vámpírok, félig emberek, ők a testőrök, és ez mindenféle olyan izgalmas dolgot hoz még magával, mert társadalmilag eléggé meghatározó, hogy ki vagy, hogy hova tartozol, vannak uralkodói családok, szóval azon túl, hogy ez egy tini dráma, meg ugye ilyen sulis dráma, ez így rápakolódik, és ezek egyre fontosabbak lesznek a következő kötetekben, amit én nagyon-nagyon szerettem. Ezt az egészet még megpakoljuk azzal ráadásul, hogy az egyik karakternek különleges képessége lesz. Fedjük le így, tehát, hogy aki mondjuk még nem unja ezt a kiválasztott trópot, meg aki unja is, igazából én nagyon bírtam, hogy itt ez hogy van felépítve, és nagyon izgalmasnak tartom. Jók benne a steamy jelenetek, fontos, de azért néhol azt éreztem, hogy nagyon kislányos még egy-két helyen az, ami történik. Ezt majd a kibeszélőben fel fogom hozni, de most kivel akarunk viccelni, tinédzserekről van még itt szó. Teljesen rendben van. A magyar kiadással vannak problémáim, és nem fogom nem megemlíteni őket ebben a videóban. Ebben a kiadásban valamiért a Dampírt Damfírnak fordították át, amit egyszerűen nem tudok megérteni, még nem kaptam infót, hogy ez miért van, kérdeztem, lehet, hogy meg fogom tudni, lehet, hogy soha nem fogom megtudni, illetve az elején van egy-két olyan szóhasználat, ami nagyon fura volt nekem, busong, röhincsél, ékít. Ez egy tök laza szöveg egyébként angolul is, úgyhogy nem értettem ezeket a szavakat, hogy ezeket így miért választottuk, meg egy-két mondat nekem esetlen volt, szóval így azért vannak fenntartásaim, de nekem ez az új kiadású borító borzasztóan bejön, úgyhogy azért is szurkolok, hogy megélje a teljes kiadást ez a 6 rész, ugye ez egy 6 részes sorozat, mert nagyon-nagyon szeretném látni a többi résznek milyen lesz a borítója. Reasons. Ezt egyébként én tegnap fejeztem be a readathon utolsó napján, úgyhogy én végül az okkult szobáig jutottam, ahol gyertyagyújtás volt a feladat, és nem mentem tovább, mert nem akartam belekezdeni egy újabb könyvbe, szerettem volna azokkal foglalkozni, amik itt vannak nálam, meg amiket már elkezdtem olvasni, olvasom ugye most kedvenintától a horgony helyet, olvasom a kaijút, olvastam még egy novellás kötetet, azt befejeztem tegnap. Úgyhogy én úgy döntöttem, hogy az okkult szobába ragadok, és ez így jól van, egyáltalán nem zavar, hogy nem jutottam ki, van egy csomó gyertyám, el leszek én egy évig itt, senki ne féltsem. Na most alapvetően, így visszatekintve, a Vampír Akadémia olvasást élveztem, de
az úgy majdnem borítékolható volt. De a másik két pont és a másik két választásom azok valahogy úgy kicsit idegenül csapottak le, annak ellenére, hogy a Devil's Candy-t egyébként a végére megszerettem, valahogy nem volt jó érzés. És gondolkoztam sokat ezen, hogy volt-e olyan readathon, ahol úgy igazán tudtam élvezni a kihívásokra való olvasást, mert nekem ez valahogy így mindig berondít. Könyvkempingeken is valahogy rossz könyvekre nyúltam rá általában, illetve a romantikus readathont visszanéztem, és a romantikus readathon alatt olvastam a Soulmate Equation-t, a lelkitársa jeletet, ami az egyik kedvenc dolgom valaha, de hogy ezt nem pontra olvastam. Tehát ott volt a romantikus readathon, és amiket pontokhoz olvastam, azokkal voltak problémáim, de utána én olvastam 3-4 címet a romantikus readathon alatt, amit már nem pontokhoz olvastam, és azokat sokkal jobban szerettem. Szóval szerintem ez ilyen agyi szarság, teljesen őszintén. Úgyhogy nagyon vegyesek az érzéseim ezeknél az eseményeknél, mert tök izgatott vagyok az esemény miatt, a közösségi élmény miatt, tök jó volt, hogy aktívak voltak az emberek, hogy sokan olvasták ugyanazt a könyvet, meg úgy jó volt, egy ilyen pezsgés volt. De közben olvasóként meg valahogy úgy szenvedni szoktam ezektől, szóval ezt még nem sikerült helyre raknom magamban, de majd a következő readathon alkalmával meglátjuk, hogy mihez kezdek, és hogy esetleg jobban fog-e alakulni. Abszolút azt gondolom, hogy itt részben a hangulatolvasás ugatott bele egyébként a dologba, de azt is vehetjük ide, hogy egyszerűen vannak olyanok, akik nem szeretnek így olvasni, és ez tök rendben van. Én ezért szoktam azt mondani, hogy azt olvasd, amit szeretnél, ha picit hunyorogsz, hunyorogjál, a lényeg az az, hogy maga az olvasás amúgy jó legyen, az élmény jó legyen. És igazából jó élmény lett a Creepathon, mert tök élveztem, meg jó volt ez a zsongás, de nem feltétlen olvasói szemmel, vagy hogy mondjam. És ez nagyon furcsa, de van ilyen, és ez azt mondom, hogy rendben van így. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. A Vámpír Akadémia kibeszélő az én csatornámon lesz, úgyhogy találkozunk szombaton este 6-kor. Linket találtok a leírásban. Legyetek jók, sziasztok!